Jó estét kívánok! Önök az Esti Közelképet, a Debrecen Televízió közéleti műsorát látják. Jelentős mértékben, közel 19%-kal növeli a város az egészségügyi, a köznevelési és a szociális kiadásait 2024-ben. Ez azt jelenti például, hogy az ágazatokban csak a mintegy 2100 dolgozó bérére 2,8 milliárd forinttal költenek többet a tervek szerint. A beruházások sem maradnak el, új bölcsedit adnak át például idén az Elemér utcán, és tovább folytatódik az orvosi rendelők felújítása, de a civil szervezetek támogatására is több pénzt szán a város. Köszöntöm a stúdióban Széles Diana alpolgármester asszonyt. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást is, jó estét kívánok én is. Hát azt gondolom, az egy jelentős csomag, 19%-kal növelni minden területen. Nyilván ezek arányosan oszlanak, van ahol sokkal több, van ahol megközelítőleg ennyi, de azért ez egy jelentős teher a város számára, mégis vállalni kell. Ez így van, hiszen a Gondoskodó Város program azt gondolom az egyik legfontosabb, a debrecenieket érintő legfontosabb programunk, és mi mindent a debreceniekért teszünk, és azok, akik ebben a programban dolgoztak, ahogy szerkesztő úr is elmondta, ez a közel 2100 ember, ezeknek szeretnénk is a munkáját megbecsülni, és köszönjük is a munkájukat. Tehát jó részt ez a növekmény minden egyes intézményünknél, ez bérnövekmény. Tehát itt, amikor a Gondoskodó Város programról beszélünk, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy ez a debreceniek születésétől kezdve egészen az elmúlásig tart. Nyilván nem minden intézmény az önkormányzat feladatellátásában van, ami végig kíséri a gyermekeinket, mondjuk az iskola, kezdjük azzal, hogy akkor megszületik a pici baba, akkor ugye a védőnői ellátás, alapellátás ugye önkormányzati feladat. Tovább megy a bölcsikébe, a bölcsöde is ugye önkormányzati feladat, utána az óvoda, szintén önkormányzati feladat, majd utána átveszi az állam a gondoskodást ugye az általános iskolákba, az iskolákba, és utána, amikor már inaktívvá válik ugye a debreceni, akkor pedig a városi szociális szolgálat munkatársai gondoskodnak arról, hogy az időskor szép legyen Debrecenben. Tehát ez egy szép íve van ennek a dolognak. Nyilván a városi szociális szolgálat mellett a nehézségekkel is kell küzdeni, itt pedig a Család és Gyermekjóléti Központ, ami ellátja mind a gyermekvédelmet, mind pedig a gyermekjóléti szolgáltatásokat. Ez is egy nagyon nagy rendszer a város költségvetésében. Tehát ezt a 2100 dolgozót, akik ebben a nagy rendszerben dolgoznak, az ő munkájukat szerettük volna megbecsüléssel és nyilván anyagi ráfordítással is támogatni, és mindenki 17%-os béremelést fog kapni. Ez 2,8 milliárd forint az idei évi költségvetésünkben. Nyilván az óvodák, az állami és kormányzati döntéseknek megfelelően ők több juttatást is kapnak, hiszen ott majdnem 32%-os az a bérnövekmény, ami ugye az óvodáknál megjelenik, de úgy összességében a polgármesteri hivatal dolgozói, a kulturális intézmények, a szociális intézményekben dolgozók, és nyilván ami a gazdasági társaság szintjén van a városnál, szintén mindenki megkapja 17%-os béremelést, mert így döntött polgármester úr, hogy becsüljük meg a munkatársainkat. Azt hiszem, hogy nagyon sokan örülnek, minimum 2100-an, és plusz a családjaik. No, de jó, ez a dolgozói állomány. Viszont ott van az épületállomány, ahol ezek a rendszerek működnek, ahol ezek a dolgozók mindennapi tevékenységet ellátják. Hát ott is jelentős felújításokat terveznek, ott sem marad anélkül egy-egy épület, egy-egy intézmény, ahol szükség van, hozzá kell tenni a pénzügyi keretet is. Igen, így van, pontosan, tehát a régi intézményeinket folyamatosan újítjuk fel, ugye nagyon fontos a számunkra, hogy ez ne csak egy egyszeri nagy fellángolás legyen, hanem mindig úgy használtuk fel az Európai Uniós forrásokat is, meg a város önerejéből, amennyit tudott ugye a cégeken keresztül, vagy építményen, vagy amit befizetnek a vállalkozók, meg ugye a debreceniek, tehát ez a közös büdzsénkből mindig fordítunk arra, hogy a meglévő intézményeket felújítjuk, ugye nagyon fontos a számunkra, hogyha már a Gondoskodó Város programot nézzük a legkisebbekkel, ugye hogy a bölcsöde fejlesztések kiemelten fontosak, ugye Józsán már elkezdte a működését február 1-jel, már ott vannak a picik az új bölcsödébe, ugye most szeptembertől szeretné nyitni az Elemér utcai tagintézmény, de 13 intézményt tartunk fent, és én azt gondolom, hogyha bárki megkérdezi tőlem, hogy akkor még bölcsödébe írassa a gyermekét, olyan jó szívvel tudom azt mondani, hogy szinte bármelyikbe, ami a munkahelyéhez közel van, vagy ami az otthonához közel van, hiszen bárhova a debreceni intézményrendszerbe szívesen elengedném a gyermekemet, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy úgy gondoskodunk a debreceniekről, hogy gyakorlatilag mindenki a saját városrészében, vagy pedig a munkahelyébe, munkahelyhez közel talál bölcsödei ellátást. Ugye itt egy nagy fejlesztés, ez több mint egy 1 milliárdos beruházás, amiről szó van, de akár, hogyha
elmegyünk házi orvoshoz, akkor szeretnénk megfelelő korszerű rendelőbe elmenni. Ugye több mint 16 rendelőt már felújítottunk, ezt vagy Európai Uniós forrásból biztosítjuk, vagy pedig a költségvetésünkből, és akkor most is megnéztük, hogy melyikre van még szükség, és akkor hál' Istennek megtalálni, tudom azt mondani, hogy a Thomas Mann utca és a Nagymacsi orvosi rendelőknek már ugye kész terveik vannak, tehát azokat már el tudjuk indítani, a beruházásokat. Az Angyalföld téri, ami szintén nagyon rossz állapotban van, személyesen is voltam ott kint, és beszéltem a házi orvosokkal, nekik megígértem, hogy mindenképp fel fogjuk újítani az Angyalföld téri orvosi rendelőt, és ezt is beterveztük, ennek nyilván először egy hatalmas beruházásról van szó, tehát először egy tervvel kell rendelkeznie, viszont elég hosszas milyenkor a tervezés, tehát ebben az évben még én azt látom, hogy csak a tervezést tudjuk elindítani, és majd jövőre akkor nyilván meg tudjuk fejezni a beruházást hozzá. Tehát ezek a kisebb léptékű fejlesztések azok, amik szerintem a legjobban érintik a debrecenieket. Tehát mindenki a saját életéből, az otthonaiból, a rokonaiból, a családtagjainak az életkörülményeiből tud kiindulni. És nekünk ez a legfontosabb, hogy azok a visszajelzések, amik bejönnek az önkormányzati képviselőkön keresztül, hogy a saját feladatellátási területünkön, ahol dolgozunk, ott személyesen jelen legyünk, lássuk a problémákat, és ezekre adjunk megoldást. Na, a szociális támogatások rendszere is az, ahol jelentősen, ahogy nézegettem a számokat, mindegyiknél van változás, emelik a keretet. Igen, ezt azért csináljuk, mert mindig azt szoktam mondani, hogy a szociális segélyezési rendszer a sose cél, az mindig egy eszköz. A cél az, hogy olyan körülményeket teremtsünk a debrecenieknek, hogy aki szeretne elmenni dolgozni, és tud dolgozni, annak legyen munkahelye, mert a munka nem esít minket, és nem az, hogy otthon legyek, és gyakorlatilag várjam a segélyt, ez nem a mi világunk. Mi azt szeretnénk, hogy olyan Debrecen épüljön, ahol mindenki megtalálja a saját számítását. De természetesen vannak olyan debreceniek, akik viszont ellátásra szorulnak, mert vagy olyan tragédia éri őket, vagy olyanok az életkörülményeik, és azért is nagyon fontos, hogy ezt a segélyezeti kört, ezt mindig tudjuk támogatni. És ezért a tavalyi évben egyébként összehoztunk egy olyan rendeletmódosítást, hogy a jövedelem határokat, azokat tartsuk magasan, magasabbra emeltük, direkt azért, mert ugye hála Istennek folyamatosan nőnek a nyugdíjak, folyamatosan nő a minimálbér, tehát hogyha a jövedelem határt, amikor tudok beadni egy kérelmet, ha problémám van, akkor gyakorlatilag ki fogok esni belőle, hogyha az alacsonyan van. És ezért mi mindig emeljük a jövedelem határt, és mindig figyelünk arra, hogy az az adott támogatás, amit adunk, az azért kövesse a napi árfolyamat, a napi életszínvonalat, és külön figyeltünk arra, például a köztemetés, a kelengye támogatás, amik szintén fontos támogatások, hogy ezeket mindig emeljük, és ha megnézzük a mi szociális támogatási rendszerünket, most jelenleg tervben 420 millió forint van a költségvetésben, ez azért 11%-kal több, mint amit tavaly beterveztünk, direkt azért, hogyha esetleg még van, aki bajba jutott, akkor tudjuk segíteni őt, és azért, hogyha megnézzük a rendszerünket, úgy néz ki, hogy van olyan, amit kötelezően vállalunk, és csinálhattuk volna azt is annak idején, amikor a kormány közel 10 éve gyakorlatilag elvitte a szociális támogatásokat, mert rendszer szinten egy teljesen más rendszert építette ki. Mondhattuk volna, hogy akkor mi köszönjük, mi nem adunk szociális támogatást, hanem néhány önként vállalt feladatot még tartunk, de egyébként nem csináljuk. Nem ezt csináltuk, hanem igenis megtartottuk azokat, és látjuk azt, hogy ahol szükséges, be tudunk avatkozni a szegényebb emberek és a rászorulók segítésére, és van nyilván, ami nagy tömegű, az, amit több tízezer debrecenit érint, például a hulladék elszállítási kedvezmény, vagy akár a fürdőjeket, azt is annyira szeretik, hát több mint 11 ezen kérelmeznek, vagy kérvényeznek. Tehát ezek azok, amik nagyon nagy tömeget érint, ezek teljesen önként vállalt feladatok, és ezek jelentős költségvetési forrás szükségesek hozzájuk. Civil szervezetek is fókuszba helyeződtek, ők is többet kapnak. Igen, évek óta nagyon szoros az együttműködésünk a civil szervezetekkel. Ugye vannak olyan civil szervezetek, akár a szociális gondoskodás politikai területen, akikkel nem párhuzamos rendszereket építünk, például a hajléktalan ellátásban, ilyen a Reformix, vagy mit tudom én, a Héra családsegítő, aki családsegítést végez, és több mint 20 éve működő debreceni civil szervezet. Mi nem azt csináljuk, hogy rájuk szervezünk mi is, és akkor párhuzamosan működjünk, hanem adunk nekik támogatást, és akkor
támogatásból tudják biztosítani a városi hajléktalan vagy családsegítési ellátást, de ilyen például, hogy a nagytemplomi egyházközséggel ugye van egy, vagy egy egyházkerülete van egy megállapodásunk, hogy az Immanuel Ottmont is éves szinte 10 millió forinttal támogatjuk, tehát azért vannak olyan gondoskodási lépések, ami nem az önkormányzat feladata, de mégis adunk civil szervezetnek támogatást, itt is ők mindig minden évben megkérik azt, hogy akkor most még ilyes fejlesztenének, embert vennének fel, rezsit, ezt szeretnék, azt szeretnék, és akkor nyilván ezeket mi mindig, ahogy erőnk engedi, mindig támogatjuk őket, és ez most is így van. Na és van még egy terület, hogy az időnk kevés, úgyhogy de erről muszáj beszélni, a turisztika, amely jelentős mértékben fejlődött, ha összehasonlít mondjuk a 10 évvel ezelőtti számokkal, mondjuk a tavalyi számokat, meg amit az idei évre lehet prognosztizálni, hát jelentős a változás, hihetetlen fejlődésen megy keresztül ez az ágazat Debrecenben. Igen, és ez mind annak köszönhető, hogy ez is egy nagyon széles összefogásban működik. Tehát amikor turizmusról beszélünk, akkor nem csak a szállásadókról beszélünk, hanem beszélünk akár az idegenvezetőkről, az attrakciófejlesztőkről, akik attrakciókat hoznak létre, a cukrászdákról, a kávézókról, a vendéglátóegységekről, tehát az éttermekről. Tehát ez egy nagyon széles összefogás. Közel 4000-en dolgoznak egyébként a város turizmusában, ha így összeszámoljuk. Ezért is kiemelt fontos terület számunkra, és van egy lehetősége az önkormányzatnak ugye támogatni a turizmust. Ugye ez, amikor ide jönnek a vendégek, IFA-t, úgynevezett idegenforgalmi adót fizetnek, és gyakorlatilag amennyi vendégészakát itt töltenek, annál több bevételünk van, és ezt mi már évek óta azt csináljuk, hogy ezt úgy, hogy van egybe visszafizetjük a város turizmusába, és akkor fenntartjuk ugye a Visit Debrecent, a Tourinform irodát, különböző kommunikációs marketing feladatokat látunk el, ilyen study tourokat szervezünk, tehát visszaforgatjuk abba, hogy a debreceni márkát azt áruljuk, viszont itt el kell mondjam, hogy ebben nagyon nagy segítségünk volt, hogy ilyen csúcsokat döntsünk, 577 ezer vendégészakánál járunk, ez egy óriási szám egyébként a régi adatokhoz képest, hiába COVID ide, COVID oda, azért nagyon szépen visszajöttünk és visszakapaszkodtunk, és most már csúcsokat döntünk, és ez annak köszönhető, hogy rengeteg új szállodafejlesztés van. Én sokszor hallom ezt a húhogást, hogy na már megint szálloda épül. Nagyon-nagyon fontos a város turizmusa szempontjából, és a helyi gazdasági növekedés szempontjából az, hogy ugye itt ez vissza fog forogni előbb-utóbb azoknak a kávézóknak, cukrászdáknak az üzemeltetésébe, ahol a vendégek gyakorlatilag elköltik a pénzüket. Ha nem lennének szállások, ha nem lenne szálláshelyfejlesztés, akkor nem állnánk itt. Hát a mai kor turizmusa már nem úgy működik, hogy azt mondom, hogy megyek Felső Tárkányba, hanem azt mondom, hogy megyek a Bambarába. Tehát, hogy gyakorlatilag egy hotel, egy szálláshely eladja a várost. Ezért kulcskérdés az, hogy milyen típusú szállások érkeznek a városba, és nagy örömünkre szolgál, hogy most is magas kategóriás szállások fognak megnyitni ebben az évben is, tehát biztos vagyok benne, hogy megint növekedés elé nézünk. Hát én kívánom, hogy minden területen részben vendégek számában növekedés, mondjuk szociális területen minél kevesebb feladatellátás legyen, de minden esetre tudjanak valóban úgy odafordulni az elkerült területeken dolgozókhoz, hogy megelégedéssel legyenek a gyerekeink, vendégeink, és sokáig lehetne sorolni kifelé. Köszönjük a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást.